Sziasztok, én Szénégető Rihárd vagyok, és köszöntök titeket a csatornámon. Elérkeztünk az utolsó 2023-at összegző videóhoz, ahol nem másról lesz szó, mint az év legjobb filmjeiről, vagy film élményeiről. Az a helyzet, hogy nagyon megszenvedtem ezzel a listával, és nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha bekerülnek az év legvégén kiadott filmek is. Éppen ezért húztam egy kicsit az időt, de úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje kitenni ezt is, és lezárni a tavalyi évet teljesen. Úgyhogy megérkeztünk az utolsó listához. Na most, az van, hogy ebben az évben, hát 2023-ban nem jutottam el olyan sokszor moziba, mint szerettem volna, és nem voltam olyan sokszor moziban, mint mondjuk 2022-ben sikerült, és nem is voltak akkora katartikus filmélmények, vagy voltak, de nem olyan számban, mint mondjuk az előző évben. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy javarészt olyan filmekre fogok hagyatkozni, amiket ebben az évben, tehát 2023-ban láttam. Ezt mondok egy pár olyat, amit többet vártam, de ettől függetlenül tetszett, vagy mondok egy pár olyat, ami talán egy kicsit még indokolatlanul is szerepel ezen a listám. Lehetne ez akár a Majom király, a Netflixes animációs film, ami tök jó pofa, de olyan igazán nagyon újat nem ad, vagy semmi extra nincsen benne, úgymond. Vagy lehetne a számomra picit csalódást keltő Halovány szemek, ami ugye Christian Bale éppen aktuális, hát nem mondanám, hogy nem tudom mi a jó, ilyen gótikus krimi próbál lenni, de valahogy valami van benne, amitől nekem a film nem annyira működött, de mégis jó volt, és elkísért utána még egy pár napig, hogy mindenképp megemlíteném. Vagy mondhatnám a Kivert kutyákat, ami egy rettenetesen kretén film, de pont emiatt, a kretén humorfaktor miatt nagyon szerettem, és tök jó volt nézni. Vagy lehetne mondani a Gépet, Gerard Butler akciózását, vagy ha már Gerard Butler, akkor a Kandahart, amiktől pontosan azt kaptam, amit vártam, másfél óra csimbum-cirkuszt és kikapcsolódást, vagy mondhatnám a Védelmező 3-at, ami a szerintem egy picit gyengécske második rész után kifejezetten üdítő volt megnézni, vagy ott volt a magyar film, a Műanyag égbolt, ami viszont nagyon-nagyon jó sikerült, akár csak a Koyot 4 lelke. De nagyon jó volt még a Babylon is, bár ott volt egy pici olyan utóíz nekem, hogy lehet, hogy nem nekem való az a film teljes mértékben, de mégis tudtam szeretni. Aztán ki ne hagyjam az Amitől félünket, ugye Ari Aster harmadik filmjét, amitől viszont én többet vártam, de azt mondom, hogy valószínűleg még nem fogtam fel a filmet teljesen, úgyhogy egyenlőre még nem tudom, hogy hányadán álljak vele, úgyhogy azt mondom, hogy még ez lehet, hogy majd ez egy 2024-es filmélmény lesz. Aztán jöjjenek a jobb filmek, a jobban sikerült filmek. Mindenképp ide tartozik, és hogy minél hamarabb túl legyünk rajta, ugye az aktuális Scorsese DiCaprio film a Megfojtott virágok. Nem tudom megmondani, hogy miért nem lett mondjuk dobogós vagy előrébb. Meg fog kellni nézzem még egyszer, de elsőre nem kaptam meg azt a katarzistől, amit vártam. Nagyon fontos téma, nagyon jól kivitelezve, rettenetesen jó film. Azt hiszem, hogy 9 pontot adtam rá az IMDb-n is, de valami oknál fogva, amikor írtam össze a listát, nem került be nálam az élmezőnybe. Ott volt a Hulladás, ami egy rettenetesen ostoba, buta slasher, de talán pont ezért voltam úgy vele, hogy na, én szeretem az ilyet, eleve a zsánert szeretem, pont valami ilyesmire vágytam. Ott volt még az Alkotó, ami nem a legjobb sci-fi, amit láttam, viszont teljesen szórakoztató volt, és minden hibája ellenére is bőven a nézhető kategóriába sorolható, sőt, inkább abba a kategóriába raknám, amit valószínűleg újra fogok nézni többször is. Akár csak a sokak által bántott 65-öt, ami tudom, hogy legtöbb embernek csalódás volt, én valamiért nagyon jól tudtam rajta szórakozni, de ebben biztos közrejátszik az is, hogy Adam Driver nekem egy kicsit ilyen libling lett az utóbbi időben, főleg a Némaság után. Aztán voltak még ilyenek, mint a Kopogás a kunyhóban, amit a végével ugyan egy picit elszúrtak, de ettől függetlenül nagyon tudtam szeretni, viszont én kimondottan kedvelem, ugye M. Night Shyamalan munkásságát, úgyhogy így ezt is. Aztán menjünk egy kicsit azokra a filmekre, amik már kiemelkedőbbek voltak.
nem feltétlen sorrend ez, de próbálom majd legalább az élbolyt, az a fő 4-5 filmet valamilyen szinten rangsorolni. Következőnek mondanám talán a Nem erészelj eljönni a Bat Mitzvámra című új Adam Sandler filmet, ahol ugye Sandler a családjával szórakozik és szórakoztat, és ugyan már érezhetően laposodik el Adam Sandler művészete, de rendre elő tud jönni egy-egy olyan film, ugye, mint tavaly előtt volt a Mindent egy lapra, ha amikre azt mondom, hogy igen, ilyen filmek miatt én tudom, meg emlékszem rá, hogy miért kedvelem és tisztelem őt ennyire. Aztán jöhet mondjuk a Seance velencében Kenneth Branagh harmadik Poirot filmje, amire azt mondom, hogy igen, én pontosan ezért kedvelem ezeket a filmeket. Kicsi, kevés, de mégis van benne valami, ami miatt jó megnézni és jó érzés megnézni, és itt is remek szórakozást kaptam, és eszembe sincs David Suchet-vel összehasonlítani Kenneth Branagh Poirot-ját. Több, jobb, másabb, modernebb, és most talán pont erre van szükség ebben a műfajban. Aztán, hát jöjjön a következőnek az Indiana Jones és a sorstárcsája. Nehéz ügy. Nagyon nehéz ügy. Nagyon akartam szeretni, pontosan azért, mert az előzetes engem nemhogy nem győzött meg, hanem kifejezetten elrettentett a filmtől, mert ez a nagyon-nagyon gagyi képi világ és nagyon-nagyon gagyinak tűnő CGI, az erőltetett fiatalítás és társai, ez valahogy úgy elvették a kedvemet tőle, és azzal nyugtattam magamat, hogy a négyes is, tehát a Kristálykoponya királysága is ilyennek tűnt az előzetesek alapján, de aztán az lett a vége, hogy míg a Kristálykoponyát nagyon-nagyon tudtam szeretni már a moziban is, addig ez a sorstárcsájánál nem áll fent. Nagyon jó film a sorstárcsája, ha az első 50 percet meg nem történtnek vesszük. Megmondom őszintén, hogy megforult a fejembe, hogy kijövök a moziból, amíg a úgymond felvezetés tart, és a digitális fiatalításos részek vannak. Én ettől kivoltam, és nagyon sajnálom, hogy ezt így ide bele kellett erőltetni, mert semmi szüksége nem volt erre a mozinak. Utána kifejezetten jól működik, az erős női karakter, meg úgy minden egyéb. Kényszeredettem máshol a korábbi filmeket, de szerintem pont ezt várták az emberek, meg a régi karakterek felbukkanását. Én mondjuk meglettem volna ezek nélkül, de tudjuk jól, hogy nem én vagyok a mozi főbevételi forrása. Aztán legyen mondjuk a Maestro, hogy még csak egyszer néztem meg, és mindenképpen meg fogom nézni még egyszer. Bradley Cooper nekem olyan, mint Adam Driver, hogy nagyon sokat várok tőle, és azt rendre meg is kapom. A Maestro is olyan volt, hogy kicsit közhely, meg mindenkinek dicsérnie kell, de meg is érdemli, és Bradley Cooper is megérdemli. Mélyebb elemzésben nem megyek bele, mert szeretnék majd egy videót csinálni róla. Aztán jöjjön még egy Netflix film, a Rebel Moon, amit mindenki lefikázott, és mindenki a sárba tiporta, de én azt mondom, hogy igenis egy szórakoztató űroperát kapunk, igen kicsit Star Wars, igen kicsit Hét Szamuráj, igen mindenkinek divat a lábát beletörölni Zack Snyderbe, de én, aki tudtam szeretni a Sucker Punchot is, tudom szeretni a Rebel Moon-t is, és biztos vagyok benne, hogy később még többször is újra fogom nézni. Ha egyszer lenne bele lemezes megjelenés, ami nyilván nem lesz, természetesen megvenném és feltenném a polcra. Aztán, nem is tudom, mi legyen a következő, de legyen mondjuk a Leo, Adam Sandler Netflixre gyártott animációs filmje, ami úgy képes reflektálni az öregedésre, meg a különböző társadalmi problémákra, egymás kibeszélésére és ilyenekre, hogy a didaktikusság mellett képes szórakoztató lenni, és képes egy olyan atmoszférát megteremteni, amitől szerethetővé válik, és az is marad ez a mese. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Adam Sandlernek, hogy megcsinálta ezt a mesét, és tök örülök neki, hogy a Netflix ezt is felkapta, és műsorra tűzte. Jöjjön utána mondjuk a D&D, a Dungeons and Dragons, amitől pont azt kaptam, amit vártam. 2 óra száguldó szerepjáték kalandot, ha valaha játszottál a D&D-vel, vagy bármilyen szerepjátékkal, kizártnak tartom, hogy ne élveznéd a filmet, elképesztően jól működik a poén faktora, a karakterek, minden. Nagyon remélem, hogy tényleg elkészülhet a folytatása, ahol ki tudják javítani az első rész hibáit, de biztos vagyok benne, hogy tényleg aki játszik, vagy játszott, az élvezte ezt a filmet. Jöjjön utána
a Nincs, aki megmentsen, a Disney Plus UFO-s, vagy a Hulu, pontosabban a Hulu, csak Magyarországon Disney Plus, a Hulu UFO-s túlélő horrorja az év egyik legpofátlanabb befejezésével. Ettől pont azt kaptam ettől a filmtől, amit nem vártam. Másfél óra nyomasztást és kikapcsolódást, nagyon sok VTF faktorral, és talán pont erre volt szükségem hosszú idő óta. Először tudtam azt mondani egy filmre, hogy igen, tényleg valami ilyenre számítok a streamingen, és tényleg valami ilyen az, amire azt mondom, de ezt még talán moziba is megnéztem volna nagyon szívesen, de tényleg ilyen filmeket szeretnék, hogyha ha új és eredeti filmekről beszélünk. Aztán ugye már az utolsó négy helyezet jön, ha jól látom, és nem hagytam ki semmit, remélem, hogy nem. Legyen a negyedik helyezett a Sikoly 6, ami engem is meglepett. A Sikoly 5 elképesztően jó volt, nagyon sok rossz kritikát olvastam a 6-ról, féltem attól, hogy mi lesz, hogy elhozzák a sztorit Woodsboro-ból, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film remekül működik már a régi karakterek nélkül is, és itt meg is kérem az alkotókat, nyilván ennek a videónak a hatására fog megváltozni a véleményük, nem, de megkérem az alkotókat, hogy legyen már esze mindenkinek, és igenis fizessék ki, amit ki kell fizetni egy színésztőnek, és igenis hagyd legyen már egy színésztőnek véleménye, ha akarja, hogy legyen neki emiatt kirúgdosni projektekből embereket, finoman szólva sem etikus, főleg, hogy a Sikoly 6 jól teljesített a mozipénztáraknál is, és tudott legalább 2, de inkább 3 olyan csavart hozni, amire nem számítottam. Alig várom a 7. részt, remélem minél hamarabb elkészül ezzel a gárdával. Húha! Nagyon nehéz ügy a dobogón a rangsor. Az első helyben biztos vagyok. Legyen a 3. a Sziget szellemei, ami nagyon sokáig az évfilmi esélyese volt. Martin McDonagh egy zseni. Tehát, hogy ez a, ugye a negyedik filmje, az In Bruges, a 7 pszichopata és a Shih Tzu, illetve a 3 óriás plakát Ebbing határában után le tudott tenni egy olyan filmet az asztalra, ami a komolysága mellett tud szórakoztató lenni, és elképesztő mondani valóval rendelkezik. Nem szeretném mély elemezni a filmet, mert egész egyszerűen nincs rá szükség. Mindenképpen remekül működik, és mindenképpen nagyon jó nézni való klasszikus mozi, igazi, hát, talán művészfilmet is rá lehet sütni, de nem kimondott a művészfilm. A dobogó második helyén engem is meglepő módon a Pókember a Pókverzumon átszerepel. Az első, az Irány a Pókverzum, az első animációs Pókember nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon beszippantott, nagyon jó volt Miles Morales kalandjait látni, később játékban játszani, tényleg egy olyan kaliberű élményt kaptam, amire gyerekkorom óta vágytam. A második részben sikerült még az elsőre is rálicitálni, ami nagyon nagy szó szerintem, és nem túlzás. Az a helyzet, hogy olyat tudtak csinálni, olyat tudtak kerekíteni ebből a filmből, vagy ebből az animációs filmből, ami harmadik részért kiállt, és hál' Istennek a bevételi eredmények is azt mondják, hogy az emberek is nyitottak erre. Van benne akció, van benne filozófia, van benne történés, minden van benne, aminek lennie kell egy képregény sztoriban, és ez például tökéletesen megmutatja, hogy akik szeretik a képregény sztorikat tényleg, vagy a képregény filmeket, azok miért szeretik. Nem az egybites Marvel sorozatok és az egyre rosszabb Marvel filmek miatt. Igen, a DC filmeket is lehetne mondani, csak a Pókember miatt kimondottan a Marveleket mondtam, hanem hogy pont ez a sztori, aminek mélysége van, és éle van, és üzenete van, és mindene van, pont ilyenek miatt szeretjük ennyire a képregény sztorikat. Nagyon várom a harmadik részt. Az év filme pedig egyáltalán nem lesz tőlem meglepetés, nagyon sok helyen fog ez az első helyen végezni, szerintem meg nagyon sok helyen végzett is az első helyen. Ez nem más, mint Christopher Nolan legújabb filmje, az Oppenheimer. Közhelyesnek tűnhet, hogy ezt rakja az ember az első helyre, de amikor úgy ülsz végig 3 órát a moziban, hogy egyszer sem jut eszedben ránézni az órádra, azért az mindent elmond. Nagyon-nagyon jó az, és nagyon-nagyon jó élmény az, amikor több katarzisa van egy filmnek úgy, hogy tudod, hogy mi a sztori, és mi fog történni, az mindenért kárpótol.
ez tényleg egy nagybetűs mozi élmény, tényleg egy nagybetűs film élmény, és ténylegesen az van benne, amiért szeretek moziba járni, amiért szeretek filmeket nézni, kiváló alakításokkal, egytől egyig, kiváló rendezéssel, és minden szempontból egy olyan filmmel, amire azt mondom, hogy igen, három megtekintés után sem nagyon tudok fogást állni rajta, akkor sem, ha szeretnék, de nem is szeretnék. Nálam mindenképpen az év filmje. És a végére gyorsan be akartam sűjteni nektek 5 darab sorozatot. Ebből egy lesz, ami nem friss, hanem sorozat élmény. Végre elkezdtem nézni az Agymenőket, és legyúrtam az első 9 évadot tavaly. Nem értem, miért vártam ennyit. Jó barátok kaliberű katarzis nekem, elképesztő sorozat, nagyon-nagyon jó humorvilággal, nagyon jó üzenetekkel, és nagyon jó karakterekkel. Aztán legyen egy frissebb, a Fubár, ami ugyan nehezen indult be, de határozottan azt éreztem, hogy igen, ez egy nagyon jó sorozat, igen, szívesen nézném, igen, old school, igen, buta, igen, vacak, de pont ezért jó. Aztán, még amit mindenképp meg kell említeni, tavaly sorozat a Goosebumps, Libe a bőr, Disney Plus-on. Imádom R.L. Stine könyveit, imádom R.L. Stine sztoriait, a régi sorozatot is imádtam minden hibája ellenére, a Jack Black-es filmeket is imádom minden hibájuk ellenére. Itt valahogy sikerült elkapni azt az arany középutat, hogy a különböző karakterek identitása, bőrszíne egyebe nem kvóta érzetet kelt, meg nem PC érzetet kelt, hanem azt érzem minden egyes karakterre és minden egyes cselekményre és történésre, hogy igen, ezek a karakterek ténylegesen tínédzserek egy kisvárosban, akik ténylegesen paranormális dolgokba keverednek. Nagyon jó, kiváló alakításokkal, remek forgatókönyvvel, több könyv van begyúrva egy évadba, sok ilyet, nagyon remélem, hogy az egész Libe a bőr sorozat megfilmesítésre kerül. Ha meg egy nagyon jó sorozatot kell mondani, hogy tavaly az nem lehet más, mint a Last of Us, ami ugyan eltér a játékoktól, eltér mindenen. Itt is volt rész, amin kiakadtak az emberek, ugye a harmadik szerintem zseniális volt az egész. Én nagyon tudtam szeretni, a castinggal is meg tudtam barátkozni a végére. Pedro Pascal egy zseni. Magas, hosszú szavatosságú sorozat, és nagyon-nagyon remélem, hogy a következő évadnál sikerül erre még rátenni egy lapáttal. Köszönöm, hogy megnéztetek, illetve meghallgattatok, és nagyon örülnék neki, hogyha leírnátok nekem kommentbe, hogy nektek mi volt tavaly a kedvenc filmetek, illetve a kedvenc sorozatotok, és hogyha leírtátok, akkor beszéljük meg, vitassuk meg, vannak-e egyezések, vagy pedig teljesen más utakon jártunk. A leírásban ott van minden, hogy tudjátok támogatni ezt a csatornát, hogy még több ilyen videó készülhessen. Nagyon szívesen veszek minden pólórendelést, minden egyebet, szuper, köszik, tetsziket, megosztást, feliratkozást, bármit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk, 2024-ben is szágódunk tovább, és lesz tartalom, remélhetőleg több, mint a tavalyi évben. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!